Pontban reggel 8 órakor az interneten kapták meg az első feladatot a pályaorientációs kalandőrületben résztvevő 8-os diákcsapatok. Ez hirtelen kipattan. Leül a csapat, és akkor egyszer csak jön egy ötlet, hogy akkor most e köré szervezzük a feladatokat. Két éve ugye a Bob és Bobek, a kétbalkezesek adták a kerettörténetet, tavaly a Pál utcai fiúk, idén meg még meglepetés, mert az az első kalandok között lesz, hogy ki kell találni, hogy mi a kerettörténet. A gyerekeknek végül a Megkelek című meseköré épített küldetéseket kellett teljesíteniük a nap során. A szervezők minden évben arra törekednek, hogy a fiatalok a szakmák világába is betekintést nyerjenek a sok kreativitást igénylő feladatok megoldása során. Így idén például az asztalos mesterség mintájára kincses ládát is kellett készíteni kartonpapírból. Izgalmas, és majd később majd fárasztó is lesz majd, de ilyen, ha keményen dolgozik egy csapat szerintem. Nekem tetszik. A versenyzők közül többen is azt mondták, hogy a 8. osztály befejezése után szakmát akarnak majd tanulni, ami részben a pályaorientációs kalandőrület során szerzett ismereteknek köszönhető. Én szexárra szeretnék menni az Adiba, kozmetikusnak. Igazából a családban még senki se tevékenykedik ebbe. Hát igazából ez az egész úgy jött, hogy én már kiskorom óta szeretek így ezzel foglalkozni, sminkelgetni, és így ebbe szeretnék majd évben munkálkodni. A pályaorientációs kalandőrületet 3 éve szervezte meg először a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. A cég ügyvezetője azt mondja, ez az egyik legsikeresebb programjuk azok közül, amik azt támogatják, hogy minél több jó szakember legyen Tolna megyében. Pedagógusok, nevelők, tanárok visszajelzik, nagyon lelkesen csinálják. Ez természetesen minket is inspirált, és ezért vágtunk bele, hogy csináljuk tovább. Ugyanakkor nyilván nem a mi munkánknak az eredménye csak, tehát mi egy pici részt teszünk hozzá mindazokhoz, akik ezzel foglalkoznak és próbálják segíteni a fiatalok pályaválasztását a szakképzés irányában. Tolna megyében az elmúlt években folyamatosan nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik a szakképzést választották. Ez a tendencia nagyjából 10%-os emelkedést jelent minden esztendőben. A pályaorientációs kalandőrület eredményhirdetésén egyébként nem csak a legjobb csapatok számíthatnak ajándékokra, mások mellett televíziónk is külön díjakat ajánlott fel.